a Deck Deutsch című versenyt a Károli Gáspár Református Egyetem hirdette meg a Károli Junior Akadémiával Egyetemben a tanév elején. A verseny Deck Deutsch címre hallgat, és a Károli Gáspár Református Egyetem hirdette meg a Károli Junior Akadémiával Egyetemben. Gyakorlatilag ezen tanév elején értesültünk erről szeptember vége fele, októberben beneveztek a gyerekek, volt egy első forduló, volt egy második forduló. Az egyik csapatunk a második forduló után külön díjas lett, a másik csapatunk viszont, aki Kézegebék névre hallgat, 66 iskolából gyakorlatilag az első 10-be, tehát bekerült a döntőbe. A döntő március 10-én került megrendezésre a Károli Gáspár Egyetem Csekonics palotájában. Igazán színvonalas döntő volt. A végén a jutalmak átadásakor részt vett a jutalomátadásnál a svájci nagykövet, az osztrák nagykövet, úgyhogy panaszra egy okunk, abszolút nem lehet okunk. A diákjaink nagyon szép eredményt értek el, a szituációs játékban részt vett a Kerekcipó Kft. Is itt Karcagról. Egy óriás perecet kellett elkészítenünk, és lehetőséget kaptunk elmenni, és ott elkészíteni ezt a perecet, majd ezt a szituációs játékban gyakorlatilag prezentálni. A diákok értékes ajándékokkal, jutalmakkal jöttek haza. A svájci nagykövetség és az osztrák nagykövetség, mint ahogy említettem, gyakorlatilag különböző reprezentációs ajándékokat készített nekik, elő voltak készítve kisebb csomagokba. Az első három helyezett, akik nem mi voltunk egyébként, de nem tudtuk meg, hogy igazából az első 10-ből hanyadikok lettünk, mert csak az első három helyezettet mondták el. Ők viszont a pluszpontokat kaptak a felvételi kapcsán, hogyha véletlenül a Károli Gáspár Egyetemet választják. Kovács Lili is benne volt a sikeres csapatban. A felkészülés is nagyon jó hangulatba telt, és amikor a versenyen voltunk, akkor is csak arra tudtunk gondolni, hogy jól érezzük magunkat, és ez sikerült is szerintem. Mindenképpen csapatépítő jellege volt, úgyhogy nagyon jól érezzük magunkat. Említetted, hogy csapatépítő volt, de ez a verseny, de egyébként milyen plusz kaptál még tőle? Sok plusz tudást, eleve a szókincset is ezzel tudtuk fejleszteni a csapattal. És akkor milyen vonalon szeretnél tovább tanulni? Mindenképpen nyelvvel szeretnék tovább tanulni, de még nem döntöttem el, hogy merre. Árulta el a fiatal diák, aki szeretne nyelvvizsgázni is.